Szervusztok! Csütörtök este van, egy-két perc múlva 6 óra. Remélem, hogy készülődtök a ma esti beszélgetésünkre. És hát, ahogy a szoktam, ígérettem szerint, minden adás előtt, amíg odaültök, egy azért az adásainkra is, erre az előadás sorozatra mindig kiható kis irodalmi vagy más ajándékkal szeretnélek, figyelemfelhívással szeretnélek titeket meglepni. Most is ezt teszem, Jordán Tamástól hallgassátok meg Petőfi Sándor egyik versét, amelyet én alcímként vagy magamban úgy fogalmaztam meg, hogy Petőfi Sándor üzenete Orbán Viktornak. Az ember, Nincs nevetségesebb az embernél. Oly kevésségben, olyan gőkben él. A világot fitymálják ajkai, és mintha az eget akarná szántani orrával, oly magasra tartja fel. Kevé ember, miben kevékedel? Egy szempillantásnál mi rövidebb? Emberbarátom, a te életed Rohanva jő az idős, elrohan, egy kezében bölcsőt pójája van, s másikban koporsódra szemföld el. Kevé ember, miben kevéked el? S mit végezhetsz egy pillantás alatt? Hódítál népeket, országokat? Hódítani csak gyávákat lehet, és az uralkodás ilyenek felett. Dicsőség? Ezt csak szégyenelned kell, kevé ember, Miben kevéked el? S ha dicsőséget szerzél, nagy nevet, veled hal meg, s a föld alá viszed, vagy, mint hű, ebb kisér, kisírodik, s ott törzi azt egy pár kis századig, s elébb-utóbb éhen szomjan vesz el. Kevé ember, miben kevéked Dicsőséged, neved maradjon. Hol? A nép is elvesz, melyhez tartozol. Az ország, melyben most él nemzeted, tenger volt egykor, s újra az lehet, s e föld is semmiségbe oszlik el. Kevé ember, miben kevékedel? el? Hát, elégkezett a hat óra. Én azt gondolom, hogy ha egyszer-kétszer ezt a, az ember fogalom körét Petőfi Sándortól, azt hiszem 200 éves évfordulója volt a születésének. Ha ezt meghallgatjátok, akkor főleg a kiemelt mondatok, hogy hódítani, meghódítani embereket, országot egy zsarnok által csak a gyáva embereket lehet csak azokat, akiket sikerült megtéveszteni, az viszont nem dicsőség. Orbán Viktor hatalma Orbán Viktor számára nem lehet dicsőségnek tekinteni, de semmilyen körülmények között nem abba, körbe, nem abba a körbe tartozik. Vágjunk bele a, a mai napba, szokásomon szívven, amíg az első kérdések megérkeznek, egy pár gondolattal fölkészültem, illetve vissza is szeretnék emlékezni a hét egy-egy rendkívül adására. Azt hiszem, ezen az a héten két bejelentkezésem volt, az egyik talán a tegnapi napon, a másik pedig ugye a vasárnapi Szabad Egyetem előadása. A tegnapi napi bejelentkezésemet már nagyon sokan megnéztétek, szeretném, ha még sokkal többen néznétek meg, és még többen megosztanátok. Nagyon sokszor kapom azt a kérdést, hogy euh, amilyen irányba megy Magyarország, euh, az államcsődhöz fog-e vezetni. És én. Mindig értem, hogy az emberek a, a, nagyon fontos közgazdasági fogalmakat szeretnék jól megérteni, eh, miközben valószínűleg a többségünk, eh, többségünknél nincsenek aki nagyon jelentős megtakarítások. Eh, az államcsőd tehát nem feltétlenül így érintene eh, sokunkat bennünket, hogyha, ha, ha ebből eh, indulnánk ki. Az államcsőd, nek még nagyon sok le, elkerülésének még nagyon sok lehetősége van. Az államcsőd azt jelenti, hogy nem tudok fizetni. Tehát van egy lejárt kötelezettsége a magyar társadalomnak, és azt nem tudja kifizetni. Orbán Viktornak a pillanatnyi hatalma a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat az Európai Unióban az utolsó helyre szorította vissza. A leges, leges, legutolsó helyre. De azért a magyar társadalom vagyona, az itt élő embereknek a vagyona, az itt élő embereknek a jövedelme, meg még nagyon so sok minden, az nem tartozik a világ pillanatnyilag legszegényebb országai közé. Ezért az államcsőd az sokféleképpen elkerülhető, meg lehet emelni azt a jövedelemadót, ami a személyi jövedelemadóban ma. Talán 15%-át föl lehet emelni 30-35re Ausztriában, ha jól emlékszem, akkor az általános személyi jövedelemadó valahol 35% körül van. Elfogadtuk, hogy Európában nálunk a legnagyobb az általános forgalmi adó, abból van egyébként az államnak a legnagyobb bevétele, ott adószat legesebben, lege de hát egész Európai Unióban, talán a világon is a legmagasabb forgalmi adó. De mi akadályozza meg a 27 helyett, a 29-et, a 31-et, a 35-et? Csak hát nem akarok ötleteket adni. Nem kell feltétlenül elvenni az emberek tulajdonát, mint sok fake news megy erről mostanában, hogy a jogszabály változásnak, hogy más a birtokos, meg más a tulajdonos, ezeknek a levezetéséből nem kell elvetni, csak ki, kell vet, ki lehet vetni egy rendkívül magas ingatlanadót. És még rengeteg olyan ellen van, amiből a, társadal, a, a a kormány a nemzetközi pénzügyi kötelezettségeinek, vagy például a fizetéseknek eleget tud tenni. De hát volt már olyan, hogy mondták, hogy a 13. havi nyugdíjat továbbiakban nem fizetjük. Ugye? Nem értettem vele akkor se egyet, ma sem értek vele egyet. Orbán Viktor még most is, mert ugye a napokban érkezik meg a 13. havi nyugdíj, most is szóvá teszi folyamatosan, hogy amit a baloldal elvett tőletek, azt én most visszaadtam. Megjegyzem, hogy 13 évében van, regnálja, regnáló hat, hatalmában van, az alatt már egy párszor vissza, visszadhatta volna, de miközben bevezette 12 év után az részleges, majd most a teljes 13. havi nyugdíj visszaadását, a közben megváltoztatta a számítási módját, és elvett körülbelül két-három havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól 2010 óta. Csak hát ő aljasabb. tehát ugye lehet ezt egyszerűbben mondani, hogy elveszem a 13. havi nyugdíjat, lehet őt is mondani, hogy nehéz helyzetben vagyunk, ezért csak 70%-át adom oda a nyugdíjaknak, vagy a közalkalmazotti béreknek, tehát még, még rengeteg mód van. De a magyar társadalomnak nem csak az a problémája, hogy esetleg az adósság spirálja nagyon magasan van, ma még egyébként ebből a szempontból tár nem is a legeladósodottabb ország az Európai Unióból, hanem az, hogy az emberek a legszegényebbek. Ezért az áltam elmondott példák is csak ezt a folyamatot erősítenék. És ez a folyamat már hosszú távon nem erősíthető. Tudják, azokban az országokban, ahol évszázadok óta eh, éhínség van, Afrikában nagyon sok gyermekhalál van. A társadalomnak a tűrők valamivel nagyobb ezekre a kérdésekre. Én azért azt gondolom, hogy az helyes. Egyébként a diktátorok félnek is a, a, a magasabb életszínvonaltól. Ott ugyanis már az embereknek van mit veszíteniük. És már ma is Magyarországon több száz ezren éheznek. Nem gondolom, hogy rosszul becsülném, hogy egymillió, másfélmillió ember már nem tud elégséges, tehát még nem éhezik, de nem tud elégséges, és főképp nem tud egészségesen étkezni. Az egészséges étkezésnek most nem azt a fajtát veszem, hogy szabad enni húst, vagy nem szabad, vagy zsírban gazdag, vagy zsírban eh, szegény, hanem az, hogy olyan élelmiszereket kell megennie, amit már nem enne meg, tehát már nem egész veszélyezteti vele egyfajta az egészségét, illetve olyan egyoldalú táplálkozásra szorul, amíg általa megvásárolható vagy megszerezhető élelmiszerekből, amelynek az élelmiszernek az egyoldalúsága veszélyezteti az egészségét. Ebben a körben már másfél millióan vannak. De ami ennél sokkal szoborúbb, az az, hogy szakértői módon, szakmailag az becsülhető, hogyha ma mondjuk 3-500 ezer ember éhezik Magyarországon, 2023 végén már 4-600 ezer fog. 2024-ben meg, ha nem változik semmi, Orbáni rendszer értem alatta, akkor 500 ezer, 800 ezer ember fog éhezni, és az a másfél millió szám, az egészségtelen életmód és táplálkozás, ha könnyebben megbetegszünk, mert nem tudjuk kifűteni a lakásunkat olyan mértékben, hogy idős emberként túl a meg téli időszakot, ne fázzak meg, ne kapjak tüdőgyulladást, és azt már az én idős szervezetem nem tudja legyőzni. De ez a másfél millió szám, ez meg fölmehet két millió két és fél millióra, mert az Orbáni rendszer, ha nem változik, meg a rendszer Orbánnal nem tud megváltozni. Tehát fontos, de az Orbáni rendszer Magyarországon nem változik meg, akkor nagyon megalapozott szakértői véleményvel lehet kimondani, hogy a negatív folyamatok erősödni fognak, folytatódni fognak. Igaz, hogy vannak áll közgazdászaink is, meg áll kommunikátorai és Orbán Viktornak, és ebből az a szörnyű, hogy olyan is van, aki egyébként nem is tudja, hogy milyen hülyeségeket beszél, itt egyébként néha az IKAL kamara elnökére is gondolok, hogy a Széchenyi tárnyát vezető is gondolok. Az elmúlt hónap, hogy hetekben, hónapokban hallgattam őket, hogy majd mikor kell az élelmiszer stoppot kivezetni, és hogy akkor, amikor már az élelmiszer mondja, nagyon fontosnak tartom, hogy mondja az iparkamaránk elnöke, hogy ami, amikor majd az már elkezd olcsóbbodni, de el, az árának eléri a tetejét, és elkezd olcsóbbodni, akkor még rá lehet húzni, hogy kivezetem az élelmiszer áremelést, és akkor még egy kicsit tovább fog tartani, növekedni egy-két hónappal az infáció, és ezért késve fog megfordulni, de ez elfogadható a társadalommal mondta őt. Csak szeretném elmondani, hogy amikor az élelmiszer vagy az inflációnak, az élelmiszer a 60-70 százalékos szintje, az inflációnak a 25 százalékos szintje megfordul, akkor a 25, ha megfordul, akkor 24 és 23 és 22 százalék lesz, ha ez megy lefelé. Az élelmiszerek áresítében is, ha már nem lesz a kenyérnek, tejnek, alapvető élelmiszereknek 100 százalékos áremelése, e, e, inflációja a Átlagos élelmiszernek meg 50%-osra is megfordul, akkor 40-30 lesz. És ez azt jelenti, a 100%-ból meg 80 lesz. Ez azt jelenti, hogy a már most megfizethetetlen ár még további 30-40%-kal fog növekedni tehát a növekedési ütem lassul, annak a lassulása talán várható. Nem biztos Magyarországon, mert ahhoz a reál gazdasági folyamatokat normálisan kellene irányítani. Például, ha az energiaárak drasztikusan esnek, akkor nem lehet a világpiaci árnak a 5-8-10-szereséért az önkormányzatokat és a vállalkozásoktól 5-8-10-szeres áron tőlük az áramdíjat vagy a gázdíjat veszedni. Ahogy ezt a nyugat-európai országban, ahol már megfordult az egyébként sokkal alacsonyabb infláció, ahogy ott ezek a folyamatok már megfordultak, annak az egyik feltétele az volt, hogy ahogy a a nemzetközi gazdasági válsághelyzet vagy visszábszorult, vagy kezelhetőbbé vált, mert föl tudott rá egy év alatt készülni német, francia, angol, stb. kormány, semmire nem készült fel a magyar, csak hogy értsünk előtte, csak egy propagandára költött, hogy a szankciók okozzák, miközben ő maga okozta a döntő-döntő többségét ennek a rendszernek. Úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy Magyarország befordul, de elméletileg a lehetősége erre megvan. Orbán Viktorral azonban, ha nincs normális gazdaságpolitika, akkor ez a fordulat sem biztos, hogy bekövetkezik, de a fordulat is csak azt jelenti, hogy kevésbé romlik. Ha pedig kevésbé romlik, tehát az élelmiszer mondjuk csak 30%-kal fog az év végén már csak 30%-os inflációs szinten lesz, akkor azok az emberek, akik már most se tudták megfizetni, tehát az a 3-500 ezer ember, aki éhezik, azok nyilván a 30 at többet sem fogják tudni megfizetni, de akik ma még éppenséggel meg tudják a nem egészséges élelmiszerek, stb, 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 meg tudják venni, ők ha ezek az élelmiszerek 30%-kal többe fognak kerülni, 40-nel vagy 50-nel, akkor már nem fogják tudni megvenni. Ezért szakmailag is, életszerűen is nem kell hozzá nagy tudomány. Lehet tudni és lehet érteni, hogy Magyarországon, ha az Orbán kormány marad, és az Orbán kormány marad, akkor az Európai Uniótól távolodik, ha onnan távolodik, akkor a magyar társadalom szegényedése folytatódik. Nem leszünk az utó bélyebben már az Európai Unióban, az utolsó helyről nem lehet visszaesni. De egyre nagyobb távolság lesz közöttünk, és az utolsó előtti Bulgária, vagy az utolsó előtti Románia között. Egyébként ez napról napra igaz. Ezt olyan sokszor próbálom elmondani, és olyan kevesen értik meg a környezetemben lévő szakemberek is. Tehát Észében, hogy azért, mert azt olvastátok ezelőtt három hónappal, hogy Bulgáriával valamiben egy szinten voltunk, mondjuk a szegénységi vagy a vásáró erőszintjén. De Bulgáriában az elmúlt három hónapban alacsonyabb volt az infláció, mint nálunk. Tehát ha három hónappal ezelőtt együtt voltunk, akkor ma biztosan mögötte vagyunk. Aztán kijönnek a friss hírek, hogy igen, mögötte vagyunk és ha már láthatjuk, hogy Romániában, Bulgáriában kisebb az infláció, kisebb a szegényedés, mint nálunk, az azt jelenti, hogy ők egyre jobban eltávolodnak tőlünk, tehát mi tudunk visszaesni, csak nem a helyezésben, mert ott az utolsó, ott az utolsó helyen vagyunk. A két év, Évának való kérdése előtt még egy témát, ugye megpróbálom gyorsabban elővenni. Ugye vasárnap délután négykor már a nyolcadik része lesz a Palotás Szabad Egyetemnek, ami a demokrácia kurzuson belül azt az alcímet viseli, hogy Orbán hatalma igenis leváltható. Végéhez kezdünk közeledni, most úgy látom, hogy tíz részből fog állni, ez a nyolcadik. Aki azt mondta, hogy majd, ha meg lesz a tíz, akkor végig megnézem az összeset, ugye mindig 45 perc, aznak ez egyre nehezebbé fog válni. Nyugodtan elkezdheti benne a, föl, benne a fölkészülést. Kérem, hogy nézzétek, én úgy gondolom, hogy nagyon komoly energiát fektettem bele. Annak ellenére, hogy azt látom, hogy a folyamatok, a fogadókészség a társadalomban. A társadalomban talán nagyobb, a politikai pártokban, civil szervezetekben viszont kisebb, vagy sokkal kisebb, mint kellene, sokkal lanyhább és lomhább, mint kellene, de ez a nyolcadik rész alap, alapvetően erről fog, erről fog szólni. Láttérek a kérdésekre, mert én úgy gondolom, hogy ez igaz, hogy mindig a kérdések az estének, a csütörtök estének azok a legfontosabb részei. Éva kérdezi, hogy mekkora jelentősége van, hogy az OTP Üzbék bankot vett és támogatott magyar vállalkozások nem itthoni, hanem Üzbegisztánba testvéreinknél idézőjelben ruháztak be, ipari zónát létesítenek Taskenben. Az OTP közép-európa egyik Legnagyobb bankrendszere. Biztosan van befolyása Orbán Viktornak a Csányi Sándorra is, mint minden multinacionális szégnek, vagy minden nagy cég kiemelkedő nemzetközi kitekintésű cégnek. De azt gondolom, hogy ott sokkal kisebb a befolyása Csányi Sándornál, mint mondjuk a molnál ott sincsen teljes körű hatásköre. Nagyon bánja is ezt Orbán Viktor, be is vonta Hernádi Zsoltot a NERG környezetébe sokkal inkább, mint, sokkal inkább, mint Csányi Sándor. Ez a bevezető mondatot azért tettem, és nem akarok egyébként nekem nem rossz a viszonyom vele, de szerintem öt éve beszélgettünk utoljára, de az életpályánkat egymásét ismerjük, követjük, és lehet látni, hogy mit tesz. És, és, mit növekszik. Egy olyan bank és olyan nyerességes élmény, ami az OTP működik, mindez egy magánember kérne tőlem egy befektetési tanácsadást, akkor is azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy mit van. És ha néhány százezer vagy néhány millió forintja van, akkor azt mondanám, hogy mik az állampapírok, amelyek a legbiztonságosabb befektetési formái. Ha néhány milliárdja van, ami az életéhez már biztosan nem kell, egy ilyen nagy céges, az OTP-nél pedig olyan nyereséghalmazza van, mint amivel az OTP rendelkezik, akkor annak egy részét szabad olyan területeken befektetni. Tanácsadóként is szabad olyan mondanám, magánembernek is, ha milliárdjai vannak, mondanám, hogy annak egy részét, 15-20 százalékát, ahol nagyobb a befektetési kockázat, de nagyon nagyok az elmaradások, a hiányok, a szükséglet arra, hogy korszerű infrastruktúrája legyen, hogy biztonságban érezze valaki a pénzét. És mondjuk egy OT, üzbegisztánban, egy OTP bank van, sokkal biztonságosabban érzi valaki a pénzét, ha van üzbeni számba pénze, és azért sokaknak van, vagy vezet számlát, vagy van egy jelentősebb vállalkozása, mint egy üzbék van. Csak azért, hogy érdekes legyen. Ezért ott sokkal nagyobb hozamot lehet elhozni. Tehát ha azt mondom, hogy van az OTP-nek egy befektetési portfóliója, legyen a százegység, és az átlagosan hoz 10-15 százalékot, akkor eh, 10 os hozamot, akkor az lehet, hogy úgy jön ki, hogy Németországban is befektet, de ott csak 5 százalékot hoz. Az viszont biztos. Tehát csak, hogy, hogy a, a folyamat érthető legyen, ezek ilyen kerekített számok. Üzbegisztánban kevésbé biztos a, a hozam, de, de ha van, akkor lehet, hogy 25. És úgy jön ki majd a 100%-os befektetési portfóliójára egy átlagos 15%, hogy fektetett be biztos területeken, ott hozott 2, 3, 4, 5, 6, 7%-ot, és fektetett be kockázatos területeken. Üzbegisztán ebbe a körbe tartozik. Én meg kellett volna néznem pontosan, nem tudom megnézni, tehát ezek azért banktitkok is az otp OTP esetében is, de egy kicsit, ha jobban rákészül az ember Üzbegisztánra, hogy mennyit fektetett be, hogy fektetett be, mennyit tesz ott vállalkozásfejlesztések, stb. területén, ami nyilván ügyfelet vonz a bankjához, és ha megnézi, hogy melyik vállalkozás segíti, akkor feltétlenül nem a legrosszabbakat, ha a legjobbakat segíti, hogy még jobbak legyenek, és annak a pénze nála forog, akkor a haszna is nagyobb lesz. Tehát, hogy, hogy érzeljük, ezek, ezek azért bonyolultabb, hogy összetettebb kérdések. Én így önmagában azt gondolom, hogy az OTP, ha befektet üzleti az, az elfből nem utálható el, sőt, Sándor-t ismerve Valószínűsítem, hogy nagy esélye van a kockázati tőke befektetésének is, hogy hozama lesz belőle. A pénz pénzcentrum szerint nem jön a bearangozott világ vége. Ma már úgy látják, hogy az idei éve Magyarország elkerülheti a recessziót. Optimista tekintetben 2023-ra milyen oka lehet ennek az optimizmusnak? Hát az adatok csalása. Nem, tényleg nem tudok nektek más mondani. Én szerintem Magyarország recesszióban van, és Orbáni rendszerrel együtt recesszióban is marad. Persze a pénzcentrum egy szaklap, tehát ezt én egy pillanatig sem, sem vitatom, de nem biztos, hogy jól látja, vagy én nem látom jól, hogy lesz-e Európai Unió pénz. Én azt gondolom, amikor azt gondol, hogy talán nem lesz világvége, akkor abban benne van, hogy van esélye, hogy az év második felében mindazt Vargamiá is hangoztatja, Matolcsék is hangoztatják, hogy van esélye, hogy Európai nős pénz lesz. Én szerintem nem lesz érdemi pénz az Európai Unióból. Lehet, hogy mondjuk az egyetemistáknak a tanulmányát, ami ami én nem tudom, az Európai Unió pénzének az egy ezreléke. Csak nagyon fáj Orbán Viktornak, mert nagyon fáj a diákoknak, és nagyon fél a diákoktól. Tehát ugye az egész Azt lehet, hogy lesz, mert ott még akár meg is hátrálhat, bár nagyon fáj neki a meghátrálás, mert rendkívül fontos része az Orbáni hatalom megtartásnak, hogy a fiataloknak az oktatásában, az egyetemeken, a felsőfokú képzéseken Elfogadtassák a tanulókkal, a résztvevőkkel, hogy nekik ehhez a típusú Orbáni rendszerhez érdemes alkalmazkodni, akkor lesznek sikeresek. Tehát ott lehet, hogy lesz pénz, a jelentősebb forrásokból néhányat lehet, hogy megnyitnak, elvileg az is lehet, hogy meg is ítélik. De Orbán nem fogja tudni betartani az én meglátásom szerint az elvárásokat, ami, ami alapján megnyitották, és ezért az lesz, hogy nem kapnak pénzt. Hát szeretné elmondani, hogy, hogy az Európai Unió Bírósága a lengyel igazságszolgáltatás csúcsán hozott lengyel politikai förmedvényt miatt megbírságolt a Lengyelországot, és felfüggesztette a pénzek folyósítását Lengyelországnak, amire Lengyelország meghátrált és az adott kifogásolt jogszabályokat visszavonta. megszüntette. Némelyik helyet hozott egy másikat, amelyben ugyanolyan kiskaput adott magának abban, hogy ő fogja tudni fölülvírálni a bírákat. Ez a két évvel ezelőtt hivat, és akkor, amikor megszüntette, akkor az Európai Unió megállapodott vele a folyósításokról, csak azzal, hogy akarom látni, hogy ez így is működik. Eltelt két év, és Lengyelország nem kap pénzt. A szerződése, a megállapodása megvan. Tehát ez is lehet például a pénzcentrum egyik számításának egyik módja, a másik pedig a folyamatos eh, statisztikai, hivatali eh, ide-oda manipulálások, illetve egyes statisztikai adatoknak a torz bemutatása. Tehát lehet mondani, hogy hány százalékkal nőtt Magyarországon a minimálbér. És akkor azt is lehet mondani, de ha egyszer az árak, Ennél sokkal drasztikusabban emelkedtek, akkor szegényedtek. Lehet azt mondani, hogy Magyarországon a GDP forintban 5000 milliárddal több lesz idén, mint tavaly volt, de euróban 3%-kal kevesebb lesz, mert a GDP nem abból keletkezik. Tehát nem abból keletkezik, hogy mi jobbak vagyunk, vagy jobban termeltünk, vagy többet termeltünk, hanem mert drágábban termeltünk, és drágább forinttal árázzuk sokkal több forinttal be, ugyanazt a mondjuk egy lakás négyzetmétert. De erre egy nagyon jó példa, azt hiszem az a héten, héten jött ki, hogy évvégén igen, a kereskedelmi szövetség jó vezetőit, évtizedes vezetőit is hallgatott, hogy hát a rekordforgalmat értünk el. Azért kijött a fekete leves, 7%-kal kevesebb élelmiszert vásároltunk. Azért lett rekord a forgalom, mert az élelmiszer ára 40-50%-kal növekedett. És ebből adódóan a bevétel, tehát az árbevétel oldaláról, a forgalomnak az árbevétel oldaláról nézve, onnan rekordforgalom következett be. Ha termékoldalról nézem, akkor élelmiszerből 70 kal vásároltunk kevesebbet. Lehet játszani a számokkal, és ha játszom és manipulálom a számokat, és az a számokkal, központi számokkal adunk ki, akkor azt el lehet kötni. Szerintem túlzott, hogy optimizm, optimista, és szerintem a minden mutató arra mutat, Leminősítés irányába megy, ami a Forint lem, magyar, magyar gazdaság befektetési portfóliója, abban az irányban vannak a nemzetközi hitelminősítők, akkor drágában kapunk hiteleket, csak hogy hogy értjük, ezek mind a recesszió irányát mutatják a. Magyar társadalomban. Magyar GDP-t úgy is lehet növelni, hogy akkumulátorgyárral, hogy valami hihetetlenül nagy export lesz belőle, mert Európa legnagyobb akkumulátorgyárját fölépítjük, és azt utána, utána természetesen azt külföldön lesz eladva, és ami abból adóban és egyébben itt marad az pedig egy kis és közepes magánvállalkozásnak az adót tartalma felel meg. Ebben természetesen volt egy kis túlzása részepről, de a magyarázat oldalára, hogyha alacsony hozzáadott értékű adunk, akkor az azt jelenti, hogy amikor ott itt beruház nagyon sok pénzt, akkor külföldről szerzi be belőle a gépeket, Külföldről, külföldről hoz be munkásokat, mert nincs annyi olyan munkás Debrecen környékén, ami ott van. Tehát, hogy, hogy értsünk, értsünk belőle a kiadásaink. A a GDP-nk nő, de a kiadásaink meg rettenetesen megnőttek, mert már csak olyan árammal tudjuk ellátni, E, e, ellátni mondjuk az akkumulátorgyárat, amit a világpiacon sokkal drágában szerzünk be, mint amennyire itthon el tudtuk állítani, de az itthoni előállítást már nem tudjuk növelni. Most már importálunk, tehát ha több energiára van szükség egy, egy akkumulátorgyárhoz, akkor az, az a helyes, ha nem a paksi a rendelnénk hozzá, amelyik 14 forintért állítja elő, hanem a világpiaci beszerzési árat, és az nagyon sokba fog nekünk kerülni. Tímaja kérdezi, hogy euró befektetésről, fúró Tímaja kérdezi a befektetésről, hogy az ország negatív besorolású tartományban van, akkor hogyan lehet az infláció egy egy az év, év végére. Az ország nincs ebben a pillanatban negatív besorolású tartományban. Email, hanem még, még nincsen a negatív, az a búvlia, hanem a kevésbé vagy odafigyelten ajánlott kategóriába, B kategóriába tartozunk, de még annak az a neve, hogy ilyen és ilyen odafigyelése befektetésre ajánlott. A negatív, ugye az értemszerűen az én felfogásomban, a köznyelben is azt jelenteni, hogy befektetésre nem ajánlott ország, nem vagyunk ebbe a kategóriába, talán idén még nem is leszünk, ha nem változik semmi, akkor egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a következő évben nem kerülünk oda, de ma már iszonyatosan drágán veszi föl az Orbán kormánya hiteleket. Valamelyik adásom a el is mondtam, hogy legutoljára 30 éves hitelt vett föl 7%-os kamatra, Hát 30 év múlva is 7%-ot kell fizetnünk, miközben mind a dollár, mind az euró esetében, de az eurónál mutattam be, hogy az elmúlt 21 néhány év az euró történetében 200% alatt volt az átlagkamat 25 év táblatában. És mi 30 évre vállaltunk tehát 30 éves időtávon, hogy hetet fogunk fizetni. Az Európai Unióban a következő 25 év sem lesz 2 fölötti átlagkamata, mi pedig 30 éven keresztül ennek 350 át három és félszeresét fogjuk fizetni a most felvett pénzeknek, és ahogy megyünk a besorolásban lejjebb, ezek a kibocsátások, amire elmondja Varga, milyen sikeres volt, meg lejegyezték, hát hogy ne jegyezték volna, le. 30 évre 7 kal Hát hogy ne jegyezték volna le? Hogy erősödik a forint? Hát persze, hogy erősödik, de nem azért, mert bármi is erősödne a magyar gazdaságba, hanem mert azóta erősödik a forint, hogy 18 százalék kamatot fizet rá a Nemzeti Bank. 18 százalék kamatot. Ez olyan hihetetlen nagy kamatnyereség, a forinttal üzletelők számára, hogy a nagy nemzetközi pénz alapok a kockázati tőkéjük terhére forintot fognak vásárolni, amitől a forint erősödik, mert 18 százalékot fizetnek rá, miközben mondjuk né, most nagyon magasan 4-5%-ot fizetnek a, a, az orosz agresszió kapcsán, ebben az egy fél évben megugrott inflációk, stb. miatt a nyugat-európai vagy az európai euróbankok négyet fizetnek, mi meg 18-at, de ettől nincs mögötte jó gazdaság, gazdasági teljesítmény, és nem hiszem, hogy egy számmal együtt lesz az infláció az év végén, ezt meglátjuk, de nem hiszem. Én, én nem gondolom, szakmailag ez nem valószínűsíthető, az infláció előtt egyetlen fék van, ezt minden szakember mondogatja, amikor olyan árak vannak már, amit a magyar társadalomban lak, nem, tud, nem hajlandók megfizetni. Ez azonban egy kicsit tudománytalan. Egyrészt igaz. Tehát egyes termékek esetében abszolút igaz lehet, hogy látja lehet egy termék emelésének, hogy az emberek azt az árat már nem tudják, vagy nem akarják megfizetni. Élelmiszerek esetében is lehet egy darabig az olcsóbb élelmiszert vásárolni, de később nem. És nem véletlenül pont az olcsóbb élelmiszerek száz százalékkal drágultak. Tehát ez az időszoba. És ha nem lesz pénze, akkor csökkenni fog az élelmiszer vásárlás. Tehát ugye, ezért ez így, hogy meddig hajlandók. Igen, tehát lehet 18 fokot fűteni, lehet nem fűteni, de nem fűtnél kevesebbet, már nem lehet költeni. Nem ettemnél kevesebbet, már nem lehet élelmiszerre költeni. Tehát ez a verzió, hogy azt fogja megállítani, kint vagyok, sokszor van tárgyalásom Ausztriába, sajt, már onnan hozom haza, egyértem 20-30 kal olcsóbb, mint Magyarországon. Pedig mi ennek egy nagy előállítói vagyunk. De 20, 30 kal olcsó. Úgyhogy én nem, nem gondolom, hogy egy számja lesz az év végére az infláció, tehát ezt tudtam válaszolni. Határozálja a kérdező, hogy az egészségügy átalakítása miatt kialakult az orvosi kamara és az egészségügyi államtitkár közötti vitáról mi a véleményem? Az orvosi szervezeteknek van igaza, és az egészségügyi államtitkárnak nem csak nincs igaza, hanem szaktudása sincs. Sem megfelelő szakmai előélete, nincs orvosi gyakorlata, és hát egy lojalitásos beszédet hát nyilván nem lenne államtitkára, ha nem azt adná elő az észébe. De azért talán tegnap, tegnap öt halott, azóta nyilván a szám növetke, növekedett. 4500 orvos helyezte letétben, vagy a felmondását, vagy nem írta alá a szerződését, ezért lebegteti, hogyha ilyen eh, átalakítást akarnak végrehajtani eh, velük, akkor és akkor eh, ez, ebben, ebben, ők nem lesznek partnerek, és az már valóban 4500 el lehet és okoz, de pillanatok alatt tízezerre re is fölnövekedhet, mert megjegyzem, hogy a legnagyobb disznóságok, nem következtek be, tehát a jogszabály már megváltozott, de még nem nagyon élnek vele, tehát még nem alakult ki olyan mértékűvé az orvos hiány, tehát olyan, hogy tényleg elkezdjék azt csinálni, hogy mondjuk a házi orvosokat a, a havi kettő, azt hiszem, műszakra vannak, ügyeleti műszakra vannak kötelezve, asszisztenseikkel együtt, amikor nem is biztos, hogy tudnak asszisztens fizetni, vagy az asszisztens az nagyon sokszor lehet mondjuk több gyermekes anya, megjegyzem a házi orvos is lehet, akit nem lehet délutáni műszakra beosztani. Tehát olyan sem, tehát abszolút hozzá nem értőek a szabályok is, de még nem kezdték el a gazságokat alkalmazni, hanem csak a jogszabályi környezetet teremtették meg, hogy utána azt mondják, hogy ügyeletet itt tartasz, ott tartasz, másik városba, és onnan egyébként nincs tömegközlekedésed az ügyelet végén 10 órakor haza, mert 10 órakor már nem indul vonat. Kell tudni, hogy egyébként nagyon szép a a máv a vonathálózata, de azért azt is lehet tűnni, hogy valahol ott 9-10 óra tájékán, van ahol 8-kor, van ahol 10-kor, indulnak el a céláromásra az utolsó járatokat, mondjuk Szegedről Budapestre, ahol egész nap óránként van, most fejből mondom, de úgy emlékszem, hogy mindkét irányban 10 órakor indul el az utolsó. Tehát ha 10-ig ügyeletet tartott valamelyik kórházba, akkor és egyébként ott ezen a vonaton kellett volna hazamenni, mert oda rendelték, mert az új szabály szerint oda is rendelhet, akárhova rendelhetik, eh, ahol szükség van rá, nem tud hazamenni. És ez akkor az ő problémája. Eh, valami gyalázat, erről ugye külön előadásom is volt, eh, valami gyalázat, amit rendeleti úton megalkotott, és szakembereket senkit nem vont be, tudást semmit nem vont be, eh, a belügyminisztérium, az orvosi, rendszerek átalakításában, amelynek egyébként a valós széja arról. Korábban volt egy külön és publikációm, hogy mindig lesz tanárunk, mindig lesz orvosunk, és mindig lesz uh, 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 nyugdíjunk is. Csak az a kérdés, hogy éjjel halunk, és közben a nyugdíjunkból, vagy meghalunk az orvosból, vagy uh, az iskolából, mert csak hát annyit kell csak tenni, hogy a, ameddig lehet az orvosoknál, hogy mindenkinek van orvosa, amíg van egy belgyógyász, és azt tudják kötelezni Budapesten egy kórházi És akkor a 10 millió lakos, ha azt mondják, hogy belgyógyászati problémád van, akkor hétfőn, szerdán és pénteken Budapesten a nyolcadik kerületbe kapod meg az ellátást. Ja, ha bejelentkezel, akkor 43 év múlvára a listán az lényeg, addigra úgyis is meghaz, de van kielőtt orvosod. Tehát ebbe az irányba megy, hogy nem tudja megoldani, nem tudja és nem is akarja sem a pedagógus hiányt, sem a nyugdíjrendszert, sem az egészségügyet az Orbáni, Orbáni rendszer, ezért olyan jogi környezetet alkott, ahol neki nincsenek kötelezettségei, és viszont publikálni azt kell, hogy mindenkinek van orvosa, mindenki van házi orvosa. Ha felé körzetben már nem lesz házi orvos, akkor csak egyszerűen két körzetet összevonni, és akkor ugyanannyi házi orvosnak kétszer annyi beteg lesz, magyarul megint mindenkinek lesz házi orvosa. Csak hogy értsétek, csak Ebben a pillanatban is nem tudsz időben megfelelően oda menni, időt foglalni. Ha kétszer akkor a betegkör tartozik a házi orvoshoz, akkor még kevésbé fogsz tudni oda menni. De Orbán Viktor azt fogja tudni mondani, hogy Magyarországon nincs házi orvosi probléma, mert mindenkinek van működő praxis a kijelölt házi orvosi rendszere. Hát ebbe az irányban dolgoz, dolgozik a belügyminisztérium és Orbán Viktor rendszere. Pici szőke, nekem ez a pici szőke név mindig rettenetesen fog tetszeni. Ez ezt csak el, el, kell mondanom, muszáj, tett, és nem is szeretek mindig és mindenben, mindenben komoly, komolynak lenni. Azt mondja, április 30-ával, ha kivezetik az ástoppot, romosan fognak emelkedni az árak, ugyanez várható, mint a benzinnél. Így nem pontos. Ha kivezetik az ástokult, aminek már nem is szabadna egyébként, hogy működjön, hanem az arra rászorultaknak kellene célzottan azokat a forrásokat biztosítani, hogy az alapvető élelmiszereket meg tudják vásárolni. Pozitív diszkrimináció ugyanis alkalmazható. Diszkriminálni elméletileg nem lehet, Orbán Viktor diszkriminál. Pozitív diszkriminációt azt lehet alkotni. Csak hát pozitív diszkriminációban azt mondani a közérteseknek, hogy a szegény embereknek adjál pénzt a saját pénzedből. Ugye, azt nem lehet. Ezért a pozitív diszkrimináció csak közpénzből mehetne. És azt lehetne azt mondani, hogy az ilyen és ilyen átlag alatti nyugdíjaknál, hát nem olyan borzasztóan nehéz kiszámítani, csak mondom egy példát, hogyha egy kicsit gondolkodunk, erről szól a képzésem első előadás. Ha egy kicsit gondolkozunk, akkor most van, nem tudom, 7-10, talán 11 árstoppos élelmiszer. Hát meg lehet nézni, hogy abból átlagosan mennyit fogyasztanak az egyébként szegényebb körben, mert ugye árstoppos, hogy mennyit fogyasztanak ott, hogyha a bevezetnénk a piaci árat, tehát hogyha megszüntetnék az ástopot, akkor az egyiknek 30%-kal, a másiknak 250%-kal menne föl az árát, de mégis ez egy, nem, ez matematikailag egy borzasztó egyszerű feladat kiszámítani, hogy ezekre az élelmiszer, ástopos élelmiszereken a rászorultak egy hónapban mondjuk 18 ezer forintot veszítenek. Hogyha kivezetem az árstoppot? Az árstop miatt havi mondjuk 18 ezer forintot takarítanak meg. Semmi más nem kellene tenni, mint a rászorultsági elven a családi pótlékban, az alacsony a rendkívül alacsony nyugdíjaknál, a minimál bérben élőknél adni 18 ezer forint pluszt havonta és az árstop kivezethető lenne, és a folyamatok mehetnének szabadon. De azért a válaszom, ugye, a konkrét válaszomban azért azt kell mondanom, hogy ez a pár termék, ami az összes terméknek, hát szerintem nem éri el az 1%-át. Valószínűleg számoságában az 1 ezerékét sem, de forgalmában talán az 1%-át. Ez az 1%, ha átlagosan megemelkedik, a duplájára, van amelyik egyébként ástopos termékünkön nincsen akkora veszteség a kereskedőknek, tehát hogy nem, ne, ma már majdnem mindegyiknél úgy tudom, hogy valamivel drágább a beszerzési ár, mint amennyire el kell adniuk, de hát azért én azt látom, hogy a tojására ára piaci áron, Ausztriában az ástopos árunknak megfelelő, illetve alatta van. Tehát ott azért nem várható szerintem egy százszázalékos emelkedés. Ugye, azt hiszem az étolaj esetében talán igen. Látszódó rá, de az, hogyha ez a tizenvalány termék, hogy az egy százaléka a termékeknek drágul, attól nem lesz drasztikus, tehát attól nem lesz egy olyan drasztikus áremelés. Ugye a benzin esetében, miután egy termékről volt egész pontosan kettő a dízelolajról és a, e, a benzinről, ugye erről a kettőről a kivezették, és 60%-kal megnövekedett az ára, akkor az 60%-os növekedést jelentett az üzemanyagnál. Az élelmiszerárnál a kivezetés, az pessimista vecsések szerint jelentett egy plusz, egy száz, fél, egy, a legpesszimistábbak mondanak másfél százalékos áremelést, én inkább a felett mondom, mert beindít egy árcsökkent, egy, egy bizonyos területen az emelkedéssel ellentétes hatású dolgokat. Ez már kicsit inkább az erősebb utánaolvasást igényli, de hogyha az ástopos terméket tartani kell, és az ástopos termékben az Orbáni rendszer a 2,8%-os zsírtartalmú vajat határozta meg, akkor a, ezen a terméken a 2,8 os fogyasztása megduplázódott, a másfél százalékos egyébként egészségesebb telnek a fogyasztása az drasztikusan lecsökkent, viszont a 2,8 os tejhez sokkal több tejvajra van szükség. ha megszűnik és ugyanolyan drága lesz, akkor ismét Fele annyian fogják venni a 2,8%-osat, dupla annyian a másfél százalékosat, és egy csomó vaj jelentkezik, és ennek a tejvajnak a hiánya, remélem jól neveztem el, biztosan, szakmailag nem biztosan, ez rákította meg a sajtot rettenetesen, és ezért drágább nálunk a sajt, mint Ausztriában, ez rákította meg a többi tejterméket is, mert hiány keletkezett ebből a nélkülözhetetlen alapanyagból. Tehát nem biztos, hogy ez... Ez ezt jelenti. Érzékelni azért a nagy áresésre, mint az előbb elmondtam, számítani nem lehet, mert csak az élelmiszerár infláció növekedési üteme csaptán. Tehát, hogy igazából, amikor azt fogjuk látni, hogy kivezették az ástoppot, és a következő hónapban 3-4%-kal magasabb lesz az élelmiszer árak átlaga, akkor az nem az ástok miatt lesz hanem az általános élelmiszer árinfoláció miatt lesz, mert az lehet, hogy lassul a korábbi 50%-hoz képest, de csak 40%-ra lassul le, vagy 30%-ra ebből. Zoltán, nem, Mari kérdezi, Jajjaj. futnak előre a kérdések, lassú vagyok. Karajos Sándor kérdezi, mi az oka annak, hogy a mai napon most így lement az euró és a svájci franknak az ára? az, az erősödött a forint, én szerintem az előbb, ha figyeltek, erősödő, erő, tehát vá, vá, válaszoltam rá, ahogy egyébként csökkennek a kamatok az euróra, és az USA dollárra, és a svájci frankra, mert rendeződik a gazdasági helyzet, és a, a korábbi 0,1 százalékról fölugrott 4-5 százalékra, az már kezd visszaesni 4-re, 3-ra, 2-re, Magyarországon pedig 18%-os kamatot fizetünk a forintra. úgy ezek a deviza befektetések, ami a világ befektetési piacán elképesztő a magyar GDP, nem tudom, és ha nagyságrendű pénzpiaci befektetés van, ami a devizákkal játszik. És kivel lehet játszani? Hát például a forintra, az euróval nagyon nehéz, azhoz nagyon sok pénz kell hozzá. Ugye? És az itt felszabaduló tehát hogy a számítások hozzák azt ki, hogy érdemesebb magyar forintot vásárolni. Nem azért, mert magyar árut akarnak vásárolni, nem azért, mert Magyarországon akarnak befektetni, hanem egyes egyedül azért, hogy a Magyarországon megtermelt javakból, az ő megvásárolt forintjukra 18%-os kamatot kapnak, és feltehetően, ha azt egy nap múlva, öt nap múlva, egy hónap múlva, vagy egy év múlva visszaváltják, akkor az kétszer-háromszor akkora növekedést jelent nekik euróba, mint amennyit kaptak volna az euróról, mondjuk a következő egy év átlagában két és ez az egyetlen oka. Tehát ahogy itt most jelen esetben az, hogy erős, csökken a kamat a dollárra, a svájci frankra és az euróra odakint, és egyre több pénzügyi befektető vásárol forintot. És utána, amire azt látjátok, hogy időnként meg visszaugrik, az pedig azért van, mert a nagy nemzetközi pénzügyi befektetők nem úgy vásárolnak, mint ahogy ajánlom magunknak, akik dolgozunk, hogy hosszú távra fektessünk be, aztán évenként egyszer nézzük át, hogy mit csinálunk, hanem úgy ezek détréteznek, az napüzletet folytatnak. Tehát azt mondják, hogy a mai napon nagyon sokan Vásároltak elő, erősödött a forint, utána most, most már egy darabig nem vásárolnak, akkor újra gyengül a forint, és akkor nagyon gyorsan eladnak, akkor még jobban gyengül a forint. Tehát, hogy ők az elsők között kezdenek eladni, mikor a forint gyengülése van, és ezt a folyamatot, ezt a hullámzást, ezt minden nap elvégzik. Tehát minden nap megvizsgálják, hogy ezen a napon ma vásárolunk, tartunk, vagy eladunk. Ez napi ügylet az egész Ezért vannak mozgások, de a trend az arról szól, hogy az euró és a dollár kamatok lefelé mennek, lefelé fognak menni, ebből adódóan egyre többen fognak, de elsősorban ugye Euróban látható ez most, és akkor ha lefelé fognak menni, és ha lefelé megy, akkor felszabad olyan tőke, amit forintot vásárol, és akkor van egy erősödési folyamat. Azt kérdezi tőlem, Mari, hogy szerintem érdemesen most állampapi megtakarítást aranyba átforgatni. Az aranyt én soha, tehát gyakorlatilag soha nem ajánlom. Nyilván van akkor a pénz, amikor lehet mondani, hogy ez is egy kockázati tőkebefektetés, de az arany a világpiacon túlárazott, és a túlárazott arany megy még jobban túlárazásba, meg időnként visszazuhan, mert kipukkad a léggömb. Az aranynál egy rosszabb van a kriptopaluták, ami szintén a hazárdírozás kategóriájába tartozik, mindegy, az, az aranynál legalább valamilyen fedezeti elem esetenként van mögötte, Ugye az, az, az arany esetében rengeteg olyan arany befektetést kínálnak, ami ráadásul be is csapják a befektetőt, és azt mondják, hogy van mögötte arany, de nincs mögötte arany. Ez egy rendkívül kockázatos terület. Nyilván kiemelkedő, nagy nemzetközi, erre specializálódó cégek ezeket a problémákat ki tudják játszani, tehát át tudják nézni, úgy értettem, kivédeni ezt a jó szót, ezt a szót, a szót kerestem, magánemberek szerintem nem. Ezért én magánemberként nem rettenetesen nagy megtakarítással eleve nem ajánlom az aranybefektetést, ott a kockázata túlárazásában van alapvetően, és abban is, hogy nagyon sok benne a becsapás, nagyon sok aranybefektetést kínálnak, amiben azt mondják, hogy teljes garancia van, de nincs, csak nem tudom ellenőrizni, a kriptovaluták mögött pedig semmilyen fede, gazdasági fedezeti elem sincs. Tehát ott az annyi hogy az semmi más, mindegy egy nemzetközileg játszott piramis játék, egymással szórakozunk, és ősek, és ezt, e, ezt pörgetjük föl, semmilyen garancia nincs, egyszer mindegyik kipukkad. De ha még minimális üzleti elemeket, mert ugye üzleteket is befolyásoltak a kriptovaluta befo be e, kidolgozói, meg az újabb és újabbaknak a bevezetői, és akkor ebbe üzleti vállalkozásokat is becsábítottak, őket is becsapva, úgy mint az, magyar, mint az embereket. Ezért valamennyi vállalkozási tevékenység, gazdasági tevékenység a legtöbb, főleg a legelfogadottabb kriptovaluták mögött van, de töredéke van ahhoz képest, amennyi kriptovaluta kint van. Ebből adódik, hogy ez egy túlárazott ellen. Méghozzá a kriptovaluták esetében szerintem tízes szózóval túrárazott ellen, és hát akkor van, amikor valaki beszáll, és írtelen a felére esik vissza. És utána majd újra növekszik valamennyit, amennyit itt marketingre és egyébre költenek. Nem javaslom az állampapírt, sokkal biztonságosabbnak tartom, és eh, bang, nagyobb bankok, mint OTP, de nem csak az OTP, nemzetközi bankok is eh, eh, tartanak olyan papírokat, amelyek infláció pluszt Garantálnak. Tehát a központi infláció pluszt, ami azt jelenti, hogy van rajta reál kamat, és ilyen részvényeket bocsájtanak ki, meg kötvényeket, illetve az állampapírban is van már olyan állampapír, amelyik a inflációhoz köti magát igaz, hogy a magyar KSH által hazudott inflációs értékhez, de ahhoz köti magát, és azért az már nem akkora veszteség, és ahhoz mérten ad valamilyen plusz, kam plusz, kamatot, én nem váltanám át ez a konkrét válasz. Tóth István Zoltán kérdezi, lehet-e információt tuti esetleg a mai napon a Soproni kormányinforról? Hát, nekem nincsenek beépített gazemberei a Soproni kormányinfóba. Azokat, tehát, amik utána megjelennek, azokat már tudom vélelmezni, de nem tudok tuti kiszivárgott információkról. Pláne az is igaz, hogy általában a kormányüléseken sem -e a valóságnak megfelelő Beszélgetések folynak, meg döntések, meg azért, ilyen valamiről dönt a kormány, nem azt fogja csinálni. És akkor nem probléma. Tehát az szépen, hiszen ha jövő hét pénteken, de nem kell megvárni a pénteket kormány Viktornak, csak sokszor pénteken valami reggel eszébe jut, az bejelenti, az ellentétes azzal, amit a kormányülésen döntöttek, hát akkor. A péntek a mindenható. Tehát hogy ebben, a, ebben a megközelítésében nem érdemes erre olyan nagy energiát fordítani, de az őszinte válaszom az, hogy nem tudok kiszivágott információkról. Nekem ebben a kormányban több tagját jól ismerem, de ők meg nagyon jól ismerik az álláspontomat. Tehát én ezért onnan információt kapni, szerezni nem tudok. Duga Gábor kérdezni, szeretné megkérdezni a véleményemet az egységes nyugdíjról, ha jól tudom, Ausztráliában az van. Hát nem tudok róla, hogy Ausztráliában az lenne. Tehát vannak olyan országok, Ausztráliában nem tudom, hogy van-e ilyen szabálya, amiben azt mondja, hogy minden állampolgárnak valamit kapnia kell. Tehát, hogy kell, nem halhat éhen. Tehát egy ausztrál állampolgár nem halhat éhen. És akkor ennek több verziója van. Az is, hogy akinek esetleg mondjuk nincs nyugdíjbiztosítási rendszere, tehát nem lépett be nyugdíjbiztosításba, azok számára is biztosít valamekkora forrást. Tehát valamekkora jövedelmet, hogy ne haljon éhen. Ugye, a munkanélkülinek is ad, és még nagyon sok hasonló területen. Nem minden országban van például nyugdíjbiztosítás. Csak hogy ez az Egyesült Államokban mármint hogy kötelező. Nem minden, nem. Szinte minden országban van nyugdíjbiztosítás, de nem mindenhol kötelező. Ha nem kötelező, akkor ugye eleve nem áll a kérdés, mert az nyilvánvalóan egyetlen piacon szereplő nyugdíjbiztosító sem működik azon az alapon, hogy te többet fizetsz be, de ugyanannyit fogsz kapni, mint aki kevesebbet fizetett be. Tehát ugye ez, ez már eleve nem működik, és nyilván Ausztráliában is a nyugdíjrendszerben a, 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 a saját magam által fizetett, nem kötelezőségi elven fizetett nyugdíjbiztosítások, azok biztosan differenciáltak, hogy az állam ad-e valami olyan garantált összeget, próbálkoznak egyes államok garantált bérre, vagy állampolgári jövedel, garantált jövedelem, a dolgozol, ha nem, akkor is kapsz egy ekkor a jövedelmet. Tehát azért vannak ilyen kísérletek, ezek azért zsákutcába, zsák szoktak menni. Ezt tudom erre, erre válaszolni. Nem gondolom, hogy egy ilyen helyes lenne. Aztán nem is volna az emberi jogokkal sem összeegyeztethető. Mindenhol, hogy a nyugdíjakról a mai nap, a mostanában is egyébként nagyon rendes emberektől, ma, ma úgy látszik ez sokszor jön elő. Szerintem a, a legmagasabb felkészültséggel Farkas András rendelkezik, úgy is nevezik, hogy nyugdíjgurú. Személyesen jól ismerem, és Hát most egy kicsit félve hozom ide a, a, példát, de jó barátok vagyunk, talán megbocsátja nekem, amikor elmondom, hogy amikor a nyugdíjról valamit nem tudok, a szabályozásról, vagy bizonytalan vagy benne, akkor őt hívom föl, vagy a konkrétabb számokért, tehát hogy hol lehet a, hogy lehet a reális számokat megtudni. De például Andrással is vitám van abban, amikor vitám van, ha most erre leülnénk egyet ebédelni és megvitatnánk, amikor azt mondja, hogy hát a nyugdíjrendszert úgy kéne rendbe rakni többek között, ott van egy forrás, a 13. havi nyugdíj, ami nincsen megalapozva, járólék fizetéssel és ezért ő szerinte ott sokkal nagyobb mozgást lenne például arra, hogy az alacsony nyugdíjakat 13. nyugdíj elvén sokkal jobban megtámogatnák és esetleg bizonyos magassági nyugdíjakban pedig nem lenne. A jogban nincs így, tehát a nyugdíjrendszerben van rá sokkal, de sokkal felkészültebb, mint én, az emberi jogi és jogi rendszerben pedig nincs így. Tehát amikor én egy járulékot fizetek a bérem után, és azt mondják, hogy a magyar nyugdíjrendszerben, ha a bérem után ennyit, a jövedelmem után ennyi nyugdíjat befizetek a 12 alkalommal, mert 12 alkalommal kapok, tehát 12 alkalommal kapok fizetést. Ha ezt 12 alkalommal befizettem, és azt mondják, hogy akkor majd 13 részletben fogok nyugdíjat kapni, mert az akkori nyugdíjszabály szerint 13 havi nyugdíj van, akkor az volt jogsértő, amikor eltörölték a 13. havi nyugdíjat. Mert azt megelőzően arról szólt az akkor járulékfizetőknek fizetőknek a szabálya, a garanciája az észében, hogyha te a béredből ennyi és ennyi százalékot befizetsz, akkor ilyen és ilyen számítási módszerrel 13 részletben fogsz nyugdíjat kapni. Tehát az egy szerződés, az egy megállapodás. A nyugdíj szerződés ráadásul az egyik legkényesebb szerződés, rendkívüli módon haragszom emiatt az alkotmánybíróságra, hogy Magyarországon a politikai elit úgy játszik a nyugdíjak, nem is ért hozzá, de úgy játszik a nyugdíjakkal, ahogy a kedve szolgálja, pedig ez nincs így. Ez a, ez a legszigorúbb szerződés. Garanciát adtam valakinek, hogyha te ennyi nyugdíjárulékot befizetsz, akkor az akkori szabályok szerint ilyen nyugdíjat fogsz kapni. És utána Orbán Viktor 2011-ben úgy gondolja, hogy megváltoztatja számomra hant hátrányosan, hogy amikor majd én nyugdíjba megyek, akkor hogyan fogja nekem a nyugdíjat adni és nem a svájci indexálás és az infláció keverékeként, hanem a számomra sokkal hátrányosabb, csak a normál és nem is a nyugdíjas infláció szerint fogja adni. Amikor úgy gondolták a pénzügyi válság idején, hogy be lehet vezetni a 13. havi nyugdíj meg eh, megszüntetését, akkor tévedtek. Az egy nemzetközi, az egy szerződés volt a magyar állampolgárokkal azt a szerződést nem lehet megszegni. Akik, tehát annak semmi jelentősége nincs, és itt, itt, itt kapnának egyébként választ a nyugdíjszakértőink is, vagy a nyugdíjszakértőinkre hallgató politikusok is, hogy ne mondjanak a jog szempontjából butaságokat, hogy ott, ahol Németország vagy Franciaországban 14 részletben kapnak fizetést az emberek, akkor 14 részletben vonnak tőlük járulékot, az nem feltétlenül jelenti mindig az, hogy 14 havi nyugdíjat is kapnak, de többnyire egyébként igen, tehát össz, összhangot teremtenek ebbe, ebben a szempontból. De semmi köze ahhoz, hogy a nyugdíjjárulékot évente egyszer egy összegbe fizettem be, 30-40 éven keresztül, és utána azt vállalja a biztosító, hogy a, amíg élek, addig tizen, évente 13 szor fog belőle bizonyos szabályok szerint nekem folyósítani, vagy negyed évente folyósít háromszor annyit, vagy fél évente 6-szor-7-szer annyit. Tehát a kifizetések számossága, meg a befizetések számosságának semmi köze nincs hozzá. Annak van köze hozzá, hogy milyen szabály volt, amikor én járulékot fizettem, és akkor mit ígért nekem az akkori nyugdíjrendszer. Na, ezt kell betartani, vagy jobbat adni. Mert fölfelé, tehát, hogy meggazdagodott az ország, és azt mondja, hogy annak idején ezt ígértem neked, de ma nagyon megy a szekér, és kapsz többet, az lehetséges. Az lehetséges. Kötöttem egy szerződést, én teljesítettem, és a másik fél azt mondja, hogy nem teljesítem, az nem lehetséges. Úgyhogy ez egy tévedése ebben a megközelítésben. Sok gond van a magyar nyugdíjrendszerrel. A legnagyobb gond az embertelensége, hogy kezdenek éhezni, elértéktelnek a nyugdíjasok. Azoknak körülbelül a harmada már éhezik, a 50-60%-a gyakorlatilag nem tud emberhez méltóan megélni. Megélni belőle. Úgyhogy egyébként csak úgy, úgy, úgy megjegyzem, hogy ha, ha valamiből nem tudnak az emberek megélni, tehát nem tud például fűteni és egészségesen étkezni, és nem tudja az orvost kifizetni, akkor hiába vette ki Orbán Viktor a szabályokból, hogy most már nem társadalmi járulékot, hanem adószerűséget fizetünk, ezért ha kapok, kapok, ha nem kapok, nem kapok. A magyar alaptörvény és az emberi jogok egyezménye az emberhez méltó életet garantálja alapjogként. Orbán Viktor alaptörvénye szerint is. Ezért alapjogot sért, ha olyan alacsony a nyugdíj, hogy nem tudok fűteni, vagy nem tudom a gyógyszeremet kiváltani. Akkor a magyar állam azzal a nyugdíj fizetéssel megszegi az én egyik alapjogomat. A Orbáni Viktor alaptörvényben is lévő alapjogát. Na, elkalandoztam egy picit, de hát ezek egyébként meg kiemelkedően fontos kérdések. Krisztián kérdezi tőlem, hogy a tőzsdéket ma már számítógépek értékelik, és azok is kereskednek. Jól tudom-e? Hát nem, de van benne vegyes, tehát ebben van igazság. Számítógépek hajtják végre a tőzsdén a befektetési utasításokat. Tehát az ma már gyakorlatilag az emberi közvállalkozás nélkül mennek a korszerűbb tőzsdék, majdnem mindegyik, tehát hozzáteszem. Ha én adok egy megbízást, de ugye előtte kötöttem a tőzsdével mind a nyugdíjrendszerben egy szabályt, szabályozást, amely azt mondja például, hogy hát annyi befektetésre adhatok utasítást, amennyi pénzem van azon a folyószámlán, amit fedezetként mögé állítottam. Ugye, hogy ennyire adhatom megbízást. Most ez most nem úgy történik, mint egyébként még 20 évvel ezelőtt így volt. Én még dolgoztam így, amikor való vagy, vagy én még volt, hogy tőzsdei műveleteket hajtottam végre, így talán lehet, hogy 30 éve, de az észébe, amikor az én tőzsdei partneremnek mondtam, hogy most ezt szeretném, ő megnézte, hogy van, fedezettem, és ha van fedezetem, akkor elindította a megbízásomat. Ma ez úgy néz ki, hogy tehetem így is, de tehetem úgy, és ma már ez a tőzsdei befektetések döntő-döntő többsége, hogy a szerződést megkötöttük, én tudom, hogy mennyi forrásom van, online rendszerben a számítógépen adok egy megbízást, egy tőzsdei befektetésre, tehát azt nem számítógép csinálja, hanem én adok egy megbízást, hogy most szeretnék venni állampapírt, OTP papírt, eh, vagy, vagy bármelyik más, egy egy tőzsdéj, részvényt vagy egyebet, eh, eh, amit lehet, és akkor adok erre egy megbízást, és a számítógép ellenőrzi le, mert abban a programban ott van, hogy csak akkor továbbíthatja az én utasításomat a tőzsdén lévő számítógépnek, ha egyébként az én fedezetváltott számlámon Biztosítéként ott van ennek a megfelelő forrása, és a tőzsdén is egy számítógép hagyja végre a műveletet, ezek automatizmusok. Valószínűleg nagyon nagy nyugdíjalapok, nagy pénzügyek, befektetők, tehát nem mi. Ugye, észében, ott elképzelhetőek, meg ebben is vannak, de ott is a döntést emberek hozták meg, hogy azt mondják, hogy a tőzsei befektetések bizonyos mozgására miután nagyon fontos, hogy elsőként reagáljunk, számítógép reagáljon. Tehát ne egy ember üljön ott, és nézze meg, hogy most éppen hogyan alakul a forint árfolyama, hanem a forint árfolyamát azt figyelje egy számítógép, a forint adott kamatot figyelje egy számítógép, és ott én megadok egy olyan pénzügyi modellt, amikor azt mondom, hogy ha az euró kamat ennyit csökkent, ha a forint kamat maradt ennyi, vagy növekedett, a, a, az egész éve, akkor azonnal vásárolj forintot. Ha a forint kamat, de olyan hír érkezik, hogy valószínűleg kamat döntésben csökkenteni fogják, az euróba, meg valószínűleg az Európai Központi Bank az euróról nem fog növelni, akkor adjál el gyorsan. Tehát, hogy, hogy leprogramoznak, Na, de amit leprogramoznak, hogy ha és ha, az if, 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 amit utána a, a számítógépje sokkal gyorsabban hajt végre, mint ha a klaviatúrán, akkor kezdené, mert bedönteni, így működnek a tőzsdék. Vannak benne tehát automatizált folyamatok, van olyan, hogy nem követik hosszú távú befektetéseknél, azt mondják, hogy ezt a papírt, ha ez az árfolyam alá megy, vagy azt megközelítő 5%-kal, akkor ok, egy, egy olyan megbízásom van bent, esetleg éveken keresztül a nyugdíj alapnak, hogy akkor azt a papírt azonnal lehet el. Tehát nem, tehát én nem akarok nagyobb veszteséget elszenvedni, eddig vállalom a kockázatot. Ugyanaz az, hogy lehet, hogy még főfelé fog menni, de egy ekkora nyereséggel már megelégszem, ezért beraktam a pénzt, nem is figyelek oda, és, 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 és azt mondom, hogy ha a pillanatnyi OTP árfolyamat, mint 11 ezerről, ami most van körülbelül, és ugye volt csúcson 16-18 ezer is volt, ha 13 ezerre fölment, akkor add el. És akkor az visszavonásig adok be egy megbízást. Elmehetek nyaralni, bármit csináltok, dolgozhatok, nem kell oda nézni, mert a számítógép végre fogja hajtani, amikor akár csak egyetlen percre is, de eléri a 13 ezeret. Tehát ez egy együtt dolgozás, de nincs olyan, hogy csak számítógép. Úgy láttam, hogy a, a, ezeket a kérdéseket megválaszoltam, és most egy, még a hét eseményében van egy pár gondolat. Hát nagyon gondolkodtam rajta, mert nem annyira illik bele az én előadássorozatomba, hiszen ez arról szól, hogy hogyan lehet Magyarországot élhetőbbé tenni, a magyar embereket gazdagabbá tenni, és a Magyarország fejlődése és az emberek gazdagodása, jókedve, barátkozása, a frontoknak a megszüntetésének az akadályában egy bűnszervezet van, és hogyan lehet megérteni ennek a bűnszervezetnek a működését, minimalizálni a működése alatt minket ért kárt, és dolgozni azon, hogy ez eltűnjön, ez az akadály Magyarország előtt eltűnjön. Erről szólnak általában az előadásai. De szólnak az emberségről is. Kell, hogy szóljanak. Engem így neveltek a szüleim, és, és ennek én örülök. És az engem körülbet társ, az azt mondja, édesapám mondta talán valamikor, hogy az ember a gényeitől, a szüleitől kapja meg a majdani személyisége egyharmadát, Egyharmadát a tanáraitól, a környezetétől, a barátaitól, a, a öt körülbelül világtól, és egyharmadát meg saját maga formája. E, hogy harmad, 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 de vagy sem, azt nem tudom, nekem ez tetszik, e, ez a megközelítés. És még azt mondtam, hogy szeretnék is így élni. Tehát szeretném az empátiát, és amikor szakemberként a legkomolyabb beszédemet ez, a eh, parlamenti képviselőként 1990-ben nagy felháborodást keltett, eh, elmondtam a parlamentben, eh, akkor azt mondták, hogy az adó eh, szabályokhoz szóljak hozzá, minél kisebbek legyenek, mert én üzletember vagyok, vállalkozó, és az, az legyen kevesebb, és eh, azt pedig értékeljem, hogy milyen fantasztikus munkát végzett az illetékes bizottság a 90-es parlamentben, hogy egy 30%-os inflációs időszakban, hogy 15%-kal emelte a nyugdíjakat. És hogy két hétig küzdködtek egész éjszaka, hogy az eredeti tervhez képest az a nulla volt, hogy 15%-kal mégis meg tudják emelni. És hát egy 40 perces beszédemben az egyik eleme az volt, hogy akkor még két hétig ott kellett volna maradni, zokogni, de az első jó válasz a 30% mert a nyugdíjasaktól türelmet kérni, az becstelenség. Az egyszerűen becstelenség. Kettő, ha üzletemben lennék, akkor is tudni kell, hogy a legfontosabb vásáró elő a nyugdíjas. És hogyha nem a, a kommunizmusnak a, a raktárakban termelésén gondolom a gazdasági teljesítményt, hanem hogy üzletembenként azért állítok elő csak valamit, hogy azt megvegyék, akkor ha elszegényedik, egy országban, amelyeket 10 milliós, 9 és fél milliós ország, két és fél millió nyugdíjasával. Ha abból 2 millió elszegényedik, akkor a magyar gazdaság nem tud növekedni, csak recesszióba tud lenni. Tehát sokszor az emberség és a józanész az, az együtt van, hát ha együtt használják. Nagyon nem szeretem. Orbán Viktorral azonos típusú személynek tartom. Ugyanakkor a gazembernek, ugyanakkor a diktátornak, egyébként ugyanolyan egyébként állami vezetésre alkalmatlan személynek tartom, Orbán Viktor pedig a példaképpen dicsérte egy éven belül a tűk tanács ülésén Erdogán elnököt. De most nem Erdogán elnök a lényeges. Törökországban iszonyú pusztítás van a török földrengés, és ugye most láttad, én is elrontottam, de mi a prezentáció nem. A török szír földrengés, a török szír rettenet, az független attól, hogy Szíriának is egy gazember a vezetője. Tehát az egész szíve mindentől egy emberek halnak meg. Képek járják be a világot, hogy a Romokban összenyomta a gyermekét, egy, kislány, egy 15 éves kislány, összenyomott és meghalt, és az apa ott ül a kövön, és a gyerek, aki addig, ameddig még nem halt meg, addig kinyújtotta hozzá a kezét, és nem hajlandó elengedni. Pedig az orvosok már megállapították. Valami egészen döbbenet van. És nagyon fontos, hogy így gondoljunk rájuk. És amikor Törökországot én politikailag, a török Kormányzás, szidom. Akkor tudjátok, hogy nem Törökországot, hanem a Török kormányt Erdogán elnököt, szídom. Én nekem bizsereg a hátta minden magyar elemtől. Az ország egyik legnagyobb történésze volt az édesapám. Én nem magyar, a Magyarországot kritizálom, akkor sem, amikor azt mondom, hogy nem tudom elképzelni az értelmisége egy kis részétől, hogy hogyan állhat még, hogyan bírja a gerincük hogyan bírja Orbán támogató, támogatását. A megtévesztett emberek, azok megtévesztett emberek, de őnek is csak a figyelmet hívom föl, hogy elmúltak 18 évesek, ez se mentség. De Orbán Viktorag az ember, és nem a magyar ember. A, én többször jártam Törökországban, a török emberek vendéglátóak, állandóan mosolyognak. A viszonylagos szegénységüket is jól viselik. Csibészek 80-valány millióan vannak. Tehát nagyon sok közülük átveri a turistákat. Jobb esetben csak azzal, hogy boblit adott el egy kicsivel több pénzért. Ja, azért bő, bőrkabátként adott el műbőrkabátot ja, az, az egészben. De azért a törökök figyelnek rá, hogy ők e, t, t, tudnak előállítani értékes dolgokat is, és azért minél kevesebb turista legyen becsapva, mert minél több becsapnak, annál inkább fog csökkenni az úgymond bevásárló turizmus, aki mondjuk a mondjuk az isztambuli piacra azért megy, hogy ott aranyat vásároljon, meg ezért például ott a piacon nagyon-nagyon nehézzen elképzelhető, a központi piacon ott többi török kereskedő ellenőzi, adhatod drágában, próbálhatod meg az árt fősrófóni egy kis tejával, rábeszélő képességgel, de a bőrnek bőrnek kell lenni, az aranynak aranynak kell lenni. Hát amikor megáll a turista és odafutnak hozzá, akkor ott az arany az már egy kicsit eh, jobban hasonlít a sárga részhez, eh, a márvány az a gipszhez, a festett gipszhez, eh, de ez van. De Törökországnak ma segíteni kell eh, mindenképpen. Nyilván azon a tényen nem változtat, hogy én szerintem a nato nak nagyon szigorúnak kell lennie, és a Törökország tovább gátolja Svédország és Finország csatlakozását, ha Orbán Viktor tovább gátolja e, tör, e, Svédország és Finország NATO csatlakozását, akkor ezzel szemben jogszerű az a NATO döntés, hogy ezt a két államnak a tagságát fel kell, hogy függesse. És ennek a bekövetkezte reális és erre ugye nagyon hosszú írásba tettem, mutattam be, sokan olvastátok, szerintem nem elegen, az előadásaimat többen hallgatjátok, de mindegy, tehát ebben a kérdésben, hogy ez igen, és akkor ez a helyes döntés. Talán az, az is a helyes döntés, hogyha egyszer a török társadalom ezt az elnököt leváltja, vagy Orbán Viktort a magyar társadalom a hatalomból eltávolítja, és az egész klikét eltávolítja, akkor újra lehet kérni a NATO felvételünket. Nyilván akkor egy újabb ellenőrzést kapunk, de miért ne állítanánk helyre? Akkor csak a jogállamiságot fogják tőlünk kérni. Tehát az nem egy nehéz feladat. Orbán Viktornak, Erdogán elnöknek sokkal nehezebb a feladata, mert a gazságot kell hatalmon tartania. Ha eltávolítottuk őket, akkor a jogállamiság mindegy feltétel a visszacsatlakozáshoz, nyilván rettentő károkat szenvedünk el közve, az egyszerűbb. Aztán, ha még tovább marad Orbán és Erdogan, akkor Oroszország részévé fogunk válni. Teljesen mindegy, hogy anektált részévé, szerződéses partnerégé, köztársaságá, teljesen mindegy. Azok az elvek és azok az értékek fognak Magyarországon működni, ami Oroszországban és hát ez katasztrófa a magyar társadalom közeljövőjére. Egyetlen jó híre mindig van az embernek, kell, hogy legyen, ha elolvassa az ember, hogy beütélsz a gogülbe, de a történelem is kihozza, a diktátorok meg szoktak bukni. Csak aki erre alapoz, és ezért nem tesz semmit, és otthon marad, annak elmondom, hogy van olyan, hogy 70 év után és azt te már nem fogod megélni. Ezért neked kell tenni a bukásáért. Erdogan elnök egyébként most bajban is van, mert az az alkalmatlan kormányzás, ami Orbán Viktor is jellemzi, az most megmutatkozik ebbe az óriási tragédiába és a török kormány nem tud megfelelő hatékonysággal ezen egyébként a végtelen nagyon. Tehát azt, azt elfogadom, Erdogán elnök szavait idézem, aki azt mondja, hogy, hogy ekkora katasztrófára nem lehet felkészülni. Ebben igaza van. De ha sokkal jobban felkészült lenne, akkor ennek a katasztrófának a kár enyhítésében sokkal felkészültebb lenne, és a keletkezett további károk sokkal kisebbek lennének. És ennek példája, nem földrengéses példája, az orosz agresszió Ukrajnával szemben, amely miatt gazdasági válság alakult ki a világon, energiaválság Európában, energiaválság csak fölerősödött, az akkorában kialakult. És ezt a, azok az országok, amelyek demokratikus berendezkedések, az unió legtöbb országa, a töredékek kárral szenvedte el. Mint Magyarország. Az inflációjuk nem érte el a 40%-át, a magyar inflációnak az élelmiszerállemelés nem érte el a 30-40%-át, és ma már 10% alatt van. Tehát, hogy, hogy, hogy értsük belőle. Tehát azért ott, és ez a fajta elégedetlenség talán megfogalmazódik Magyarországon Orbán Viktorral szemben, és ennek a tragédiának a következtében talán felerősödik Erdogánnal szemben is, mert ugyanúgy a médiával, az, az ellenvéleménynek a börtönbezárásával, stb. becsapja a török társadalmat, de talán most ebben a tragédiában az kiderül, hogy be vannak csapva. De nem örülök neki, hogy egy ilyen tragédia, ez, eh, tragédia okozza majd eséllyel Erdogán elnök bukását. Nem biztos, hogy bekövetkezik, de sokkal nagyobb az esélye ma a bukásának, mint volt négy nappal ezelőtt. Sokkal nagyobb az esélye, de nem jó. De mindenhogy hogy azt szoktam nektek is elmondani, hogy a népharag bármikor elsöpörheti Orbán Viktort. És lehet, hogy jó járunk vele, lehet, hogy rosszul. De a népharag az nem tartható kézben. Az veszélyes. Olyankor ilyen Mi Hazánk mozgalmak, meg, meg Kubatov Gábor bőferője, stb. a dolgoknak az élére tudnak állni, szerintem semmilyen módon nem zavarná, hogy akkor most Orbán Viktorral szemben kell fölépni. Ha azt a következtetés vonna le, mondjuk Kubatov Gábor, azt a következtetés, hogy meg fog bukni Orbán Viktor, egy perc alatt ott hagyja. A teljes csapatával, a kemény magjával, a bőrfejével együtt egy másodperc alatt ott hagyná. Ebben egészen biztos vagyok, mint Bajer Zsolt is ott hagyná Orbán Viktort, hiszen és az egyébként legnagyobb förmedvény, egy publicistának én nem nevezném, tehát a fölmerdvény íróját, író és azonnal ott hagyták, mert ezek az emberek gazemberek, erköstelenek és ilyenek ezt lehet, ezt lehet róluk tudni. Hát nagyon figyelem a török eseményeket, és hát sajnos én azt gondolom, hogy, hogy amit ma ismerünk, 15 török szír eseményeket, 15 ezeres halál eset, az szerintem az sajnos egyértelműen nem kizárt, hogy eléri majd a 40-50 ezeret is. Tehát az lesz a végső szám. A 25-30 ezer az szinte biztos, és ez valami rettenetes. Tehát ez, ez ez valami egészen rettenet, és külön tragédiája mondom, mint Szíriának, mint Törökországnak, hogy egy alkalmatlan kormány van fölötte, aki nyilván kezeli ezt a helyzetet, mert érzi a veszélyét, tehát próbálja kezelni ezt a helyzetet, de nincs hozzá megfelelő hatékonysága. Tehát kezelhetni sokkal jobban, ha hozzáértőbb kormánya lenne, és kevésbé lenne az ember. És ez igaz Szíriára is. Úgyhogy ezt azért el szerettem volna a mai nap mindenképpen mondani nektek. Ugye ma, ma és holnap EU csúcson van Orbán Viktor, és kerestem ezt a képet, nem állítom, hogy a mai elúcsúcson készült. De annyira megtetszett nekem, annyira idevaló. a másik képre elmondom, hogy, hogy, a kép második felére elmondom, hogy hogy készült. Tehát eh, én nagyon sokat a munkám kapcsán, előtte sport kapcsán, aztán munkák kapcsán, és a tehetem magánemberként is a világban. Rettentő sok helyen járok, és ahol járok, nagyon sok helyen vannak barátaim, ha nincsenek szerzek, tehát hogy beszélgető partnereket, de van egyfajta ismertségem is, tehát hogy jól jó, jó lehet kommunikálni. És nagyon jó érzés volt a 90-es években, hogy bárhová mentem, akkor az ismeretlenséget az úgy kezdtem, hogy magyar vagyok. Tehát voltak az visszongások Németország és Franciaország között. Németül beszélek valamilyen szinten, franciául nem. Franciaországba utazva németül szólalta meg, mert a franciák egyharmada tud németül, csak akkoriban utálta a németeket. Nagyon erősen konszolidálódott ez a viszony. De úgy kezdtem németül, hogy a német nyelven, hogy magyar vagyok. És de csak németül beszélek, és keresek valamit, itt vagyok a kisgyerekem, mert túl is tászkodunk, hol van egy étterem, vagy egy, hol tudok jól vásárolni. Abban a pillanatban megenyhültek, mert a, a magyar szó kisimította a homlokokat. Bárhol jártam a világban. Tényleg bárhol. Érdekes mondani, a diktatúrákban jártam akkor is. Tehát a, a, az orosz lakóság is azt érezte, hogy talán egyszer majd mi nekünk is lesz olyan jó, mint nektek. Kínába járva, kínai emberek egyébként nagyon vendégszeretőek, e, és ugyanígy viszonyultak. Jó volt mondani, hogy magyar vagyok. E, most ez sokkal rosszabb. Ezt a fantasztikus érzést Orbán Viktor elvette tőlünk, de elvette saját magától is annál jobban már eh, ki, tehát megvetéssel eh, nem lehet Orbánhoz az mint ahogy az Európai Unió bizottságában, parlamentjében, de ahogy a csúcson. És oda a csúcs nem küldheti el, ha a kongáját volt, egy jobb arcot. Nem. Nekik kell elmenni. És amikor láttok a csúcsról, Orbán Viktor látta a posztolt képeket. Kicsit nézzétek meg jobban. Amikor ők f... mosolyog, és ott van másik két ember között, az azt jelenti, hogy a másik két ember a szimpatizált egymással, legyen az mondjuk a francia elnök és a, e, a, a, bizottság elnök asszonya beszélgetnek, és látja, hogy hát ha azok beszélgetnek, egy francia elnök és mondjuk a bizottság elnöke, vagy a német államfő beszél, e, e, német elnök beszélget, ott, akkor az összes sajtos és fotós megy abba az irányba. Orbán Viktor meg odaáll mögéjük. Mintha részese lenne a beszélgetésnek, de nem az. De nem az. Orbán Viktornak, ha ilyen hármas, négyes, ilyen beszélgetéses képe van, lehet látni. Kicsit nézzétek meg a képet. Egyiken sem néznek rá egyiken se vele beszélgetnek, egyiken sem ő szólal meg, tehát hogy, hogy, a, hogy ő beszélne, és az őt hallgatnák, hanem oda hát mögéjük. És hát ezek az emberek el, bizonyos intelligencia szintet elérték, nem tolják el onnan. Nem jönnek oda Kubatov Gábor bőfelőjé, hogy te nem vagy ide való, mikor Orbán Viktor ott van, te menjél ki a képből. Hanem azt mondják, hogy hát ide át. Ideált nem nézünk rá, nem érdekel minket ez az ember, a nem muszáj egy szót se váltunk vele. Orbán Viktor olyan képeket készített, ahol oda megy potentált európai vezetőkhöz, és kezet nyújt, hogy köszön, és akkor ezt fotóztatja le. Tehát ezek a, ez a másik típusú blokja a képei között. Mert ezek az emberek, ha köszönnek és kezet nyújtanak, szívesen megpofoznák. De nem teszik, mert az udvarás csak azt mondja, hogy akkor köszönök, de rögtön tovább is mennek. De a pillanatkép. A pillanatkép az azt mutatja, mintha Orbán Viktorra kezet fogott volna a német, a francia, az olasz, vagy bármelyik uniós, uh, uniós vezető. Szörnyű Orbán Viktornak ezekre a csúcsokra elmenni. Nem véletlenül, nem láttok sem az ő posztján, sem máshol olyan videót. Tehát nem fényképet, hanem videót ahol látszik, hogy beszélgetnek, és informálisan, mert hogyha hogy ül az asztalnál, ott neki joga van ebben a pillanatban még ott ülni, ott föl is szólalhat, a többiek azt meghallgatják, és a többi, tehát az, az, lehet. De hogy a, úgymond a szünetben, az előttérben, hogy beszélgetnek vele, és annak ő konkrét hozzászóló és hallgatója is, hozzászóló és hallgató is, olyan videót nem láttuk. Olyan videót sem, amikor oda megy, köszön, és kezet, fognak, mert utána az következik, hogy a másik tovább megy. De a részében. Na most Orbán Viktor most kapott egy másik pofot. Óriási titokban készítették elő, nem Orbán Viktor előtt titakoztak, csak Orbán Viktor nem feltétlenül kellett értesíteni róla, mert nem kell hozzá egy hangú szavazat az a... Részében, hogy meghívjanak egy vendéget. És egészen biztosan nem számított rá, hogy Zelenszky elnök, elnök ott lesz az a két napon. Tehát Orbán Viktor azzal fog szembesülni, ez szembesül már a mai napon és a holnapi napon is, hogy ott lesz az ukrán elnök, akinek minden Európai Uniós vezető keresni fogja a társaságát, hogy kedvesen rászóljon, hogy, hogy, hogy beszéljen vele. Mindegyik fog vele beszélgetni arról, hogy számíthatok ránk, és rettenetesen becsüljük azt, amit tesztek evel az agresszorral szemben. És minden, amit tőlünk telik, ameddig te az meg nem nyeritek áborút, mi ott leszünk mellettetek. Ezt 26 Uniós vezető el fogja mondani a folyosón is Zseneszki elnöknek. Zseneszki elnök. Nem fog oda menni Orbán Viktorhoz, Orbán Viktor nem tud oda menni Zelenszkij elnökhöz, mert ott azért ez már nem megy, tehát ott ez az útbarátságfú nem megy, és nyilván Orbán Viktor nem fogja tudni azt mondani neki, hogy mi csak nektek drukkolunk, mindenben segíteni fogunk, eddig is mindenben segítettünk nektek, szállítunk fegyvert, párt mindent, ami csak kell ahhoz, amíg ti Oroszországot le nem győzitek. Hiszen nemzetközi fórumokon elmondta, hogy az ő meggyőződése szerint e, Putyin elnök nem engedheti meg magának, hogy elveszítse, e, elveszítse ezt a háborút. Ami egyébként igaz, mert hogy a bukásához vezethet, de az, hogy nem engedi meg, az nem azt jelenti, hogy meg tudja nyerni. E, az Európai Unió és a nyugati világ meg nem engedheti meg, hogy Oroszország győzön. És a kettő között az a különbség, hogy az Európai Unió, a fejlett nyugati világ, Japán, a nyugati demokráciák, az Egyesült Államoknak van rá képessége, csak egy kicsit lassú, hogy segítse az ukrán elnököt, Ukrajnát ahhoz, hogy megnyerjék Oroszországgal szemben a háborújukat. Tehát az igaz, hogy mindkét fél esetében egyik sem engedheti meg magának, de az egyiknek van megfelelő háttere, a másiknak pedig ez számolta magát, és nincs megfelelő háttere. Ehhez kapcsolódik egy következő kép, és ezt szeretném nektek levetíteni, ha már a múlt héten le akartam vetíteni, akkor most gyorsan gyorsan szóba hozom, hogy az egyenes beszédben volt egy beszélgetés két kiemelkedő biztonságpolitikai szakértővel. Az egyik, nem tudom, hogy hogy kéne ilyen itt van... Nográdi György, a másikot kicsivel látjátok, átélt Arjárni Pétert, ahogy, eh, ahogy beszélgetnek. Eh, itt el kell mondanom, én nagyon régóta ismerem Nográdi Györgyöt, eh, hosszú éveken keresztül azt figyeltem a nemzetközi biztonságpolitikában, amit ő mondott. Jellemzően ezt abban a korszakban tettem, döntően abban a korszakban tettem, amikor nem diktatúra volt Magyarországon, azaz nem Orbán Viktor volt hatalmon. Aztán még egy darabig Orbán Viktor alatt is, mert 2010 és talán 16 17 tájékáig, 18, 19-ig is talán, mindig csökkenő mértékben, de még meg tudta úgy fogalmazni a reális helyzeteket, mert nem volt háború. Nem volt agresszió. Hogy úgy tudod biztonságpolitikai tanácsokat adni, hogy azért az a szakmaiságnak megfelelt, és valahol, valahol az igazsághoz is körül Vele együtt később egyébként vált rendkívül is, mert itt Arjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerintem hasonló, vagy ma már talán magasabb, de mindenképpen hasonló, vagy azonos tudással, mint Nográdi Györgyel. Az a különbség, hogy ő megőrizte a gerincét. Nográdi győgynek azonban belesódódott Orbán Viktorba, és belesódódott az Orbáni agresszióba, és az Orbáni orosz elkötelezettségben. És ezen az estén elmondta azt, amire az előbb kitértem, ugye az EU csúcs találkozó kapcsán, hogy ő szerinte Pucsin nem engedheti meg magának, hogy nem engedte meg magának, hogy elveszítse háborút, és ezzel bemondta a közönségnek, az ATV közönségének, hogy értsétek meg, jól csinálja Orbán Viktor, mert a győztes oldalán áll, mert Putyin elnök nem engedheti meg, hogy elveszítse ezt a háborút. Szerencsére az ATV-ben ott volt Tarjáni Péter, aki amikor rögtön utána, amikor szót kapott, azt mondta, a nyugat viszont nem engedheti meg magának, hogy Oroszország megnyerje a háborút, csak azt engedi, hogy Ukrajna nyerje meg a háborút. És itt van az a gondolat, amiről most az EU csúcs hogy Oroszország Putyin nem engedheti meg, és lehet, hogy a bukásához fog vezetni, mert megnyerni meg nem tudja. Ukrajna azonban óriási véráldozatokkal, de meg tudja nyerni, mert olyan erő van mögött, nem csak az igazság, nem csak a honvédő jelleg, hanem olyan erő van mögötte. És hát volt még egy galád mondata Nógrádi Győgynek, és én ezt vége azért akartam, minden közben elértünk az adás, vagy az időnek a vége, ez amikor azt mondta, hogy igaz, hogy Oroszország agressziót követett el Ukrajnával szemben, de Ukrajna kiprovokált ezt a háborút. Ez már a szakmaiságnak az akárára megy. Nógrádi György szakmaiságának a kárára megy. Nincs ilyen. A nemzetközi jog azt, amit Nográdi György is tanult, és amit tanított, ezreknek és ezreknek nem engedi meg, hogy azt, ami Ukrajnában történt, ami egyébként olyan szinten, amit ma Orbánék mondanak, soha nem történt. De mindegy, tehát, hogy nem engedi meg, ha az orosz, ott lévő orosz kisebbségnek érzi azt, hogy az ukrán kormány, nem megfelelően bán az orosz kisebbséggel, akkor az agresszió helyett megvannak azok a nemzetközi eszközök, amiket alkalmaznia kellett volna, de nem alkalmazta. Tehát az, megvan, tehát hogy ha, ha igaz lenne, de például az ukrán törvény ami az orosz és a magyar kisebbségnek is nagy károkat okoz, és amivel szemben a orbáni kormány fellépését én megfelelőnek vagy elfogadhatónak tartottam, azban igaza volt Magyarországnak. Igaza volt Oroszországnak is, még ha Ukrajna meg is magyarázta is, hogy ezt miért ke kell, hogy rákói szigorral bevezesse. De igaza volt. De nem ok arra, hogy leülje az ukrán népet nem ok arra, hogy népírtás hajtson végre, hogy deportáljon ukrának, ukránokat és ukrán gyerekeket, akinek a szüleit megölte, vagy bizonytalanok, vagy árván maradtak, akiket elvigye orosz családokhoz, hogy oroszokként nőjenek föl. Ez ugyanis a népírtás egyik kategóriája. Olyan cselekedeteket Ukrajna nem végzett, amely azonnali agressziót igényelt volna. De az azonnali agressziónak is úgy kellett volna szólnia, hogy Putyin elnök közli, hogy nem hagy végez Fehér Oroszország területén, hanem bejelenti, hogy ha ezt és ezt a gyalázatot azonnali hatállal nem hagyod végén, ha nem adott ki a börtönökben lévő orosz e, e, állampolgárokat, akiket nem a jog szerint tettél börtönbe. Satt, ezeket, e, ha ott valóban népírtál, gyilkosságokat hajtasz végre, amikről itt vannak a dokumentumai, ami miatt a Hágai Büntetőbíróságon vele egy szemben eljárás kezdeményeztem, meg az ENSZ-biztonsági Tanácsában akkor előbb vagy utóbb, de akkor ebből az lesz, hogy kénytelen leszek erőt alkalmazni, és ehhez kellett volna példa engedélyt kérnie az Egyesült Nemzetek Szervezetétől. Ahol lehet, hogy amerikai vétó miatt, vagy kínai vétó miatt nem kapta volna meg az engedélyt, és csak azt mondja, hogy ennek ellenére megvédem az oroszokat. De ebből egyet sem lépett meg. Ukrajna semmit nem tudott kiprovokálni, mert nem tudott olyan provokációt tenni, amely agressziót megalapoz, és amely agressziót lehetővé tesz. Hát ezt mindenképp szerettem volna elmondani, ugye ez ugyanerről szól, hát ugye ezt ez azért a jövő héten majd folytatni fogom, el akarok indítani egy sorozatot arról, hogy mit jelent a, a Orbáni és az Orbán Hozzászóló lakájainak a béke, ukrajnai béké, hogy add meg magad, hagyd, hagy, hagy, hogy az agresszó legyőzön, és akkor gyorsan vége lesz a háborúnak. Hát ebből az első kép az itt lesz, hogy nyilván Orbán Viktor ugyanígy gondolkodik, és az összes lakája, hogyha látja, hogy egy kis gyereket bántalmaznak, akkor a magyar törvényeket majd az szerint fogja eltenni, hogy a gyerek viselje el mert minél gyorsabban túl van a verésen, annál rövidebb ideig tart a gyermekbántalmazás. Ha én ottan elkezdek mellette beszélgetni az apával, akkor elhúzom csak az egésznek az idejét. Döbbenet ez a felfogás. Döbbenet. És hát nyilván majd újabb képeket is fogok erről, erről adni. Nagy Márton, a kis hazudós, az későbbre marad. A legkorruptabb országa vagyunk az Uniónak, az következő hétre marad. Mindenképp kell még beszélni a kiszivárgott hangfelvételekről Völnel, Pál és Ádű György esetében, de az is a jövő csütörtökre marad. Ez csak egy emlékeztető kép, kép az fidesz KDMP Európai Uniós parlamenti képviselőinek a gazságára emlékeztet, amelyben azt mondták, hogy semmi gond, ők nem szavazzák meg, hogy Ukrajnában lévő esetleg emberiség ellenes bűnöket, tehát a bűnök legnagyobb bűnét, kivizsgáló bizottságát felállítsák, és azt megfelelő infrastruktúrával, pénzzel, stb. lássák el, hogy kellő módon tudjanak bizonyítékokat szerezni, és ha szükséges, akkor akár orosz, akár ukrán személyeket a hágai döntő büntetőbíróság elé vinni. Hogy ne is vizsgálják ki az agressziót, és az ott lévő nép ellenes cselekedeteket. Ez ilyen alkalmazkodás a diktátorhoz, csak a, a, már teljesen gerincüket elvesztő és szerintem gazemberek kiváló uniós képviselők tehetnek meg. A szakembereket mindig bemutatom nektek, ha visszanézitek, akkor itt megállíthatjátok a képet, őket érdemes hallgatni. Ellenzéki kerekasztalt nem látom, hogy túl gyorsan fejlődne, de dolgozunk rajta. Szükséges a, polga, a, a ellenzéki politikai erőknek és a civil szervezőknek az összefogása, mert Orbán Viktor csak együtt buktatható meg. Köszönöm a most már több mint 30 ezer követőnek az oldal a sok tízezer, néha sok százezer nézőjének, az előadásra nézőjének. Meghívlak titeket minden csütörtökre, és meghívlak most vasárnap 4 órára is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép estét kívánok!